Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Itt szeretném megköszönni a jó kívánságokat, ami a születésnapomat illeti, és a férjem állapotát. Hát javulás még nincs, de azért remélem, hogy a közel jövőben újra egészséges lesz, és minden jóra fordul. Ez a felvétel április 23-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Sitra holdházban van. Ez jelenti a belső nyugalmat, a belső egyensúlyt, a belső békét. Ez a holdház azt is jelenti, hogy most valami láthatóvá lesz, vagy megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat. Ez a holdház erősíti a művészeteket, sőt, az is itt áll ebben a holdházban. Ha a mai napon készítesz egy festményt, az sikerülni fog. Ez a festmény, ez lehet egy elképzelés is. Ez a holdház Spica csillag hatása alatt van. Ez a Spica csillag, ez a gabonakoszorú a szűz jegyében. És az azt jelenti, ha most kezdünk valamit, akkor itt lesz nyeremény, itt lesz termés, kivirágzik valami, gyümölcsözik valami. Egy jó időpont ezen a napon valamit indítani, valamit kiépíteni. És ez a Spica csillag akkor azt jelenti számunkra, kell ugyan még egy kis türelem, de türelem rózsát terem itt, kivirágzik majd valami. Ezen a napon április 23-án Mars bolygó áttér a halak jegyébe az indiai számítás szerint, és hozzá kell tennem, ez egy nagyon precíz, megbízható számítás. Mars bolygó jelentheti a mi élet erőnket, és a halak jegyénél vagy művészetekről van szó, mint ahogy a holdház is erre utal, vagy az álmainkról, elképzeléseinkről, és ide kellene az élet erőt befektetni, ez lehet a belső erő is, a hitünk ebben hinni. Persze Mars bolygó jelenti a férfiakat is, most így ezen a napon, meg a közeli jövőben egy egészen más energiamező van a férfiaknál, itt megvannak most az érzelmek, az álmok, a vágyak, az elképzelések és a romantika. Vénusz bolygó szintén a halak jegyében van, így ugyanaz az energia Mars bolygónál, mint Vénusz bolygónál is. Itt mély érzelmekről van szó. Vénusz bolygó az egy jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval, ami szerencsét hoz a szerelmi élet területén, vagy szerencsét nálunk hölgyeknél. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Már elég régóta megvan nekem ez a kártyacsomagom. Nekem nagyon tetszenek a képek, ami viszont zavar, hogy fénylik, és nem lehet igazán jól látni. Én ezt a kártyacsomagot még soha nem használtam pontosan emiatt, de gondoltam, most azért kipróbálom,
Persze leírhatjátok a véleményeteket a kommentárban, hogy ez zavaró-e vagy sem, látható-e, hogy mit mutat a kártya, vagy jobb lenne, ha elhagynám ezt a kártya csomagot. Az ő gondolata felül látható. Itt te vagy a képen, mint egy hölgy. Fogod a kezedbe ezt az almát. Tehát itt is látható, itt gyümölcsözni fog valami. Ugyanúgy, ahogy szpika csillag jelenti most így ezen a napon. Ez a hölgy terhes. Ez lehet egy kisbabának a születése is, vagy ennek a tervezése, hogy ez a gondolata szeretne családot alapítani. De a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Itt kivirágzik valami, itt gyümölcsözik valami. Kell még egy kis türelem, de itt lesz egy változás, egy újjászületés. És ez az ő terve. Tervez veled valamit, sőt, irányítani fogja az eseményeket, hiszen ott látható a lovas hintónál, ő veszi majd kezébe a dolgokat, szeretne változásokat, szeretné azt, ha lenne egy új kezdet, mint egy újjászületés. Az is lehet, hogy közeledik hozzád, hiszen mozgásba jön, vagy lesznek változások. Ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy, amit a hintó még jelenthet, egy utazást, hogy együtt szeretne elutazni veled. Ott a kezében tartja napraforgó virágot, ez jelentheti a nyári hónapokat, hogy ő tervez egy utazást veled együtt nyáron, vagy vannak elképzelések, és vannak ötletek, meg tervek, amit ő nyáron szeretne megvalósítani, akkor lesz meg az újjászületés. Hogyan érzi magát az bal oldalon látható egy közös életút? De itt még sok mindent cipeltek kezdetben. Lehet, hogy vannak még akadályok, vagy valamit le kellene zárni, el kellene engedni. A 10-es szám jelent egy új periódust, hasonlóan, mint hogy Mars bolygó áttért most a halak jegyébe, indul egy új periódus, egy más energia hat ki, különösen a férfiakra. Tehát itt vannak tervek, elképzelések, egy új kezdet, még nehézségek, amit meg kell oldani, az is lehet, hogy még nem a megfelelő időpont indítani, holott szpika csillag a mai napon azt közli, hogy igen, ez a nap jó lenne most egy új kezdetre, hiszen amit most indítunk, az gyümölcsözni fog. De lehet, hogy nála még vannak félelmek vagy bizonytalanságok. Ott bal oldalon alul látható ez a férfi, kezében tartja az arany érmét. Ez lehet egy anyagi helyzet, hogy odafigyel a pénzügyi dolgokra, vagy van egy munkahelyi ajánlat, hiszen a pénz meg a munkahely azért összefügg egymással. Ami a párkapcsolatot illeti, átnyújtja ezt az arany érmét, és az azt jelenti, hogy ő értékel téged. Kihat a saját érzelmeire is, hogy úgy gondolja, hogy ő megérdemel téged, megérdemli azt, hogy itt legyen egy szép, tartós párkapcsolat. Ez az arany érem jelenti a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát vannak álmok, tervek, elképzelések, és ő ezt meg akarja valósítani. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható, alul a főpapnő. Ez lehet egy spirituális terület.
hogy téged érdekel ez, vagy őt, vagy itt közös érdeklődésről van szó. Amint ez a főpapnő őriz a sorsok könyvét, és az, hogy ti találkoztatok, az, hogy újra lesz közeledés. Itt megvan most a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Ott jobb oldalon látható a kehely, az jelenti a te érzelmeidet, az ő érzelmeit. Ez olyan, mint egy belső forrás, utalhat az intuícióra is, de a kölcsönös vonzalom is megjelenik itt, hiszen te is kimutatod majd az érzelmeidet, ő is. Ott ég a gyertya, ami megvilágít valamit, itt tisztázódnak bizonyos dolgok, sőt, ott van egy angyal vagy egy tündér, aki segít, és a kehelyben láthatóak a virágok, meg a gyümölcsök, itt kivirágzik valami, itt gyümölcsözik valami. Mi fűz össze benneteket, az középen látható. Ezt a magyar kártyát a férjem készítette, itt betűkről meg régi írásmódról van szó, az úgynevezett rovás írásról. A mai napon a H betű jelent meg, és most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent a H betű, például Hanni, vagy Hajnalka, vagy Horvát, mint város 60 jut eszembe, és mint fogalom hamar. Hogy mi jut eszedbe neked a H betűről, örülnék, ha ezt leírnád a kommentárba. A német nyelvű területen is vannak ilyen régi betűk, ők ezt rúnának nevezik. És itt bal oldalon a képen felül látható, hogy ez a rúna ugyanolyan, mint a rovás írás. Ennél a rúnánál egy kapuról van szó. Ezt a kaput kinyithatod mások előtt, vagy bezárhatod mások előtt. Látható a képen, hogy ott középen van az otthonod. Vagy lehet egy magánvállalkozás is. Valami, amit te már kiépítettél. De ne engedj oda mindenkit, hanem kell egy kerítés, mint egy várnál, hogy óvd az otthonodat, óvd azt, amit eddig ki tudtál építeni. De mivel ezen a falon, ami óv téged vagy a környezetedet, van egy kapu, ezt bezárhatod, akkor nem jöhet be senki, vagy kinyithatod azok előtt, akiket szívesen látsz, akik jó indulattal közelednek hozzád. A napi energia az jobb oldalon látható. Ez a hölgy sokat dolgozott, fáradt, kimerült, fáj a feje, töpreng valami miatt, vagy nagyon hosszú ideig az interneten volt, fáj a szeme. Az is lehet, hogy valakivel irogat így interneten keresztül, és most oda csap a fejéhez, és úgy gondolja, Úristen, már megint ez az alak, már megint irogat itt nekem. De hát itt több témáról is lehet szó. Én úgy gondolom, hogy irodai munka elsősorban, vagy internet kapcsolatok, de ez most túl soknak tűnik. A hölgy kimerült, fáradt, lehet, hogy tényleg fáj a feje is, és így érzed te is magad most ezen a napon. Tehát szünetelj, ha tényleg így van. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!